A Jevamot traktátus 115-ös lapja fog következni, és a 114-es lap végén tartunk. A Misna arról beszélt, hogyha egy aguna, egy szalmőzvegy jön, és azt állítja, hogy a férje meghalt, akkor alapállásban ezt elhisszük neki, és ez alapján újra is házasodhat. De mindez csak akkor van így, hogyha mind közt és a férje között béke uralkodott, mind a világban béke uralkodott. Ha viszont közt és a férje között nem volt béke, akkor tartunk tőle, hogy csak azért mondja, hogy meghalt a férje, mert a férjétől meg akar szabadulni. Ha pedig háború volt, akkor azért nem hiszünk neki, mert attól tartunk, hogy csak feltételezi valójában, hogy a férje meghalt, de igazából nem biztos, hogy meghalt a férj. Ezt fogjuk most jobban megnézni. Először is Rave elmagyarázza, hogy mi az oka annak, hogyha háborús idők vannak, akkor nem hisszük el a nőnek, hogyha azt mondja, hogy láttam, hogy a férjem meghalt. Amen Rave, my time of the milchama, azt mondta Rave, mi az oka annak, hogyha háború van, akkor nem hiszünk a nőnek, mi sum de amra, de dami. Mert feltételezzük, hogy csak azért mondja, hogy meghalt, mert ő azt gondolja, hogy meghalt. Azt képzeli, hogy meghalt. Szálkadájt beholhani di iktől hupalit, mert azt mondja magának a nő, lehetséges lenne, hogy mindezek az emberek ott meghaltak a csatatéren, a csatában, és pont az én férjem menekült volna meg. Imtim celaimel kivind a salim beinöle beina, natra ad a házja, és hogyha még azt is feltételezzük, hogy a nő nagyon szerette a férjét, béke volt közöttük, és ezért tényleg ott maradt, és egészen addig, amíg nem látta, hogy a férje meghal, zimni de maholébe girojébe ramchabe szavre bádai mész, még akkor is előfordulhat, hogy a fejébe vertek egy buzogányt, vagy belelőttek egy nyilat, és mégis az a nő azt gondolja, hogy meghalt. Ika de avat számtereve haja, és mégis később bekötözték a sebét, és életben maradt a férfi. Tehát nem lehetünk benne biztosak, hogy amikor azt mondja, hogy meghalt a férje, akkor tényleg valóban meghalt. Idáig tart az alapmagyarázata annak, hogy mi az oka annak, hogy háborús időben nem hiszünk a nőnek. Most a kérdés az lesz, hogy ez a feltételezés, vagy ez a premissza, ez csak a háborúra vonatkozik, vagy bármilyen olyan nehéz időkre, amikor hasonlóan egy nő azt gondolhatja, hogy a férje bizonyára meghalt, miközben nem biztos, hogy meghalt. Szavar ravala mei már avajn éneke milchama de loj amra bede dami. Rave azon az állásponton volt, hogy az éhínség az nem olyan, mint a háború. És éhínség idején a nő nem mondja, hogy meghalt a férje, csak azért, mert feltételezi, hogy meghalt. Tehát éhínség idején igenis elhisszük a nőnek, ha azt mondja, hogy meghalt a férje. Hadaram a Rave, Rave, Nharjókömül Hama. Később Rava megváltoztatta a véleményét, és arra jutott, hogy mégiscsak az éhínség is egy olyan idő, mint a háború, amikor a nő csak feltételezi, hogy meghalt a férje, és már azt is mondja, hogy meghalt. Hogyan történt ez? Vagy hogyan látjuk, hogy megváltoztatta a véleményét Rave? De hi, de asszos lekamé, de Rava, amre lej, bájli mézbe Rav. Jött egyszer egy nő a Rava elé, és azt mondta, a férjem éhínségben meghalt. Amr la, amire azt mondta neki Rava. Sápi Ravát a sízifte návseh, de szálka dájtok, de be hú, purta, de nef szisza, de se fákszalé, háve hája. Azt mondta Rava, jól van. Jól tetted, hogy elmenekültél, mert hát mindannyian tudjuk, hogy az a kis liszt, amit ott hagytál volna neki, attól nem maradt volna életben. Amire lej, már nem jadad a kihály, gábnelői hájé, mire a nő azt mondta, igen, mester maga biztos tudja, hogy egy kis liszttel nem lehet életben maradni egy ilyen háború, egy ilyen éhínséges időben. Ugye ezt az egész párbeszédet Rave csak azért csinálta, hogy megnézze, hogy a nő tényleg látta, hogy meghalt a férje. Most ugye gyakorlatilag kiprovokálta, hogy láthatóvá lett, hogy a nő valójában nem látta, hogy a férje meghalt, hiszen azt mondta, igen, hát egy kis lisztet ott hagyok, attól még nem fog életben maradni.
Tehát mi látszik, hogy amikor a nő eljött, akkor a férj még életben volt, és csak azt feltételezte, hogy meghalt. És ezért Rave úgy döntött, hogy akkor ebből látjuk, hogy egy éhínség idején is a nő hagyatkozik a feltételezésére, hogy bizony meghalt a férj, de ez egyáltalán nem biztos, és ezért a nő tanúvallomására éhínség idején nem hagyatkozunk. Hader amr Rave, Rave grua milchama, dilu milchama, ki amra mész vajl milchama, hudalai mehemna, ha mész almit asszai mehemna, illu a gábére vajnát, de amra mész vajl a várti. Később Rave még tovább ment, és azt mondta, hogy az éhínség az még súlyosabb, mint a háború, mert a háború idején mikor nem hisszük el a nőnek, hogyha azt mondja, hogy meghalt a férje, akkor hogyha a harctérről beszél. Láttam, hogy a harctéren meghalt a férje. De hogyha azt mondja a háború idején, hogy az ágyban párnák közt halt meg a férjem, akkor azt elhisszük neki. Éhínség idején ezt se hisszük el neki, csak akkor hiszünk neki, hogyha azt mondja, én láttam, hogy meghalt, és én temettem el, mert különben tartunk tőle, hogy a nő csak feltételező, hogy meghalt a férj, de valójában nem halt meg. Ma paj lesz árajukam a hamma, de amra be de dami. Most különböző esetek lesznek, amik hasonlóak az éhínséghez és a háborúhoz. Ilyen például egy kőomlás, ahol, amit ugyancsak úgy tekintünk, mint egy háború. A nő itt is csak feltételezés alapján is mondaná, hogy a férje meghalt. Siluach ne hasimekra bájma reinke, mint hamam, de dami. Ugyanígy, hogyha kígyók és skorpiók jelennek meg, akkor arra is feltételezzük, hogy a nő csak feltételezés alapján mondaná, hogy meghalt a férje. Dever, amrila, haréjüke milchama, vamrila, énéke milchama, egy járvány kapcsán pedig vannak, akik azt mondják, hogy az olyan, mint egy háború, tehát nem hiszünk a nő tanúvallomásának, mások pedig azt mondják, hogy az nem olyan, mint egy háború, és hiszünk a nő vallomásának. Miért van ez a két vélemény? Amrila, haréjüke milchama, de amribe de dami. Ugye azok, akik azt mondják, hogy olyan, mint egy háború, mert azért mondják ezt, mert a nő ez esetben is csak a feltételezés alapján tenne ilyen kijelentést. De amrila énik, de dami, énik milchama, de samched, de amri insi, sávsnin, have musztav, inis bila isni, laj azir. Akik meg azt mondják, hogy nem egy, hogy nem feltételezné a nő, hogy a feltételezés alapján nem mondaná, hogy bizonyára meghalt a férje, azok azért mondják ezt, mert abból indulnak ki, hogy a nő hagyatkozik arra a mondásra, hogy az ember mindig akkor hal meg, ahány évet az égben meghagytak neki. És ezért a nő abban hisz, hogy egy járványban csak akkor halna meg a férje, hogyha az égiek ezt előre megírták, és ezért nem feltételezni mindenképp meghalt. Ez pontosan mit jelent itt a kommentárok véleménye megoszlik, de általánosan a kommentárok azt mondják, hogy közismert, hogy egy járványban nem lehet hagyatkozni a többség, a valószínűség kérdésére. Vannak erős emberek, akik meghalnak, gyenge emberek, akik túlélik. És ezért a nő nem hagyatkozna csupán arra, hogy mivel nagyon sokan meghaltak, akkor bizonyára a férje is meghalt. Oké, megyünk tovább. Ibaja lejó, ihzike himil hama beajlom, máu miamrinan, máli le sáker, de ibaja amra, salam beajlom, majd dilma kivén de ihzek, de kivén de ihzek, amra be de dami vele jasszim, máli le sáker, marekhez kassi. A következő részben egy olyan kérdést fogunk körüljárni, amit úgy hívunk, hogy máli le sáker. Minek nekem hazudni? Ugye, miről szól ez az eset? Hogyha van valami olyan tényező, amit csak a tanúvallomásából tudunk, ha nem mondta volna, akkor nem tudnánk, akkor a kérdés az az, hogy ez egy érv lehet-e annak érdekében, hogy feltételezzük, hogy az illető nem hazudott. Mindjárt érteni fogjuk, hogy miről van szó. Például az az eset, amikor azt feltételezzük, úgy tudjuk, hogy a világban béke van, jön egy nő és azt mondja, hogy háború volt és a férjem meghalt. Most akkor, ha tudnánk azt, hogy háborúval, akkor nem hinnénk a nőnek. De így, hogy a nő mondja, hogy és csak a nő tanúvallomására hagyatkozva, hogy abból tudjuk, hogy háború volt, akkor talán mégis hihetünk a nőnek, mert hogyha akart volna hazudni,
akkor simán mondhatta volna azt, hogy a férjem meghalt, és akkor hittünk volna neki, nem rontott volna a helyzetén. Így, hogy ő elmondja, hogy háború volt, akkor mondom-e azt, hogy annak ellenére, hogy most már egy háborús helyzetben nézzük az ő tanúvallomását, mégis hiszünk neki, hiszen csak az ő jelentésére hagyatkozva mondjuk, hogy háború volt, tehát hogyha hazudni akart volna, akkor, akkor nem mondta volna ezt, nem simán azt mondta volna, hogy a férje meghal, hogy Dilma kivende ichzek a amra bede damim, lajaszi mále sákerum márekhoz kasszé. Vagy pedig, tekintve, hogy most már tudjuk, hogy háború volt, akkor már abból kell kiindulnunk, hogy az ő feltételezése is elegendő lenne a számára, hogy azt mondja, hogy meghalt a férj. És itt nem arról van szó, hogy ő hazudni akar, hanem csak abból indul ki, hogy a feltételezés nem hazudik. Az ő saját szempontjából néző nem hazudik. Ő őszintén azt gondolja, hogy bizonyára meghalt a férj. Itt ezért ez nem egy olyan eset, mint amikor más esetben azt mondjuk, hogy Málile Sáker, hogy feltételezzük, hogy az illető nem hazudik, mert ha hazudni akart volna, akkor egyszerűbben tudta volna megoldani a dolgot. Itt ugyanis nem hazugságról van szó. Oké, akkor itt most ez lesz az alapkérdés, hogy ha a háborús esetet azt a nőtől tudjuk, akkor továbbra is mondjuk-e azt, hogy nem hiszünk a nőnek, vagy mivel az egész háborús szituációt azt tőle tudjuk, ezért azt mondjuk, hogy hiszünk a nőnek. Tasmá, isnu aleinu báisz, isnu aleinu mara, me arra, hú, meisz, váni, nicálti, énu nem menesz. Van egy brájt, ami azt mondja, hogyha egy nő megjelenik, és azt mondja, hogy ránk füstölték a házunkat, ránk füstölték a barlangunkat, ő meghalt, én életben maradtam, nem hiszünk neki. Mit látunk ebből? Ugye ez a ránk füstölték, ez hasonlít egy kicsit a háborúhoz. A nő abból indul ki, hogyha egy tűzeset volt, akkor bizonyára meghalt a férj, és ezért Amribe de Dami, ezért a feltételezése alapján állítja, hogy meghalt a férj. De magát azt, hogy tűz volt, azt tőle tudjuk. És mégis mit látunk? Hogy ettől függetlenül úgy tekintünk erre, mint egy sima tűzesetre, mint egy sima háborús esetre, és nem hiszünk a nőnek. Azt mondja, a Talmud sajni haszam, dám rinan la, ki hék, de lidi dach iszrákes nisza, lidi dein nám iszrákes nisza. Mit mond a Talmud? Azt mondja, az a tűzeset ez más. Mert ebben a tűzesetben a nő nem mondja azt, hogy meghalt a férj. Ő maga is elismeri, hogy azt feltételezi, hogy meghalt a férj. Tűzeset volt, én nem láttam, hogy a férjem meghal, de feltételezem, hogy meghal. És ezért azt mondjuk neki, figyelj, ahogy vele csoda történt és megmenekültél, lehet, hogy ő vele is csoda történt és megmenekült. Nem így a háborúban, ahol a nő azt mondja, hogy meghalt a férj, és csak mi gondoljuk, hogy esetleg ezt feltételezés alapján mondja. Oké, akkor ez nem egy jó bizonyíték. Menjünk tovább. Tasmá, nafla leinu nachrim, nafla leinu nisztim, humész, ve anini cálti, ne menesz. Ha azt mondja egy nő, hogy ránk támadtak utonállók, ránk támadtak pogányok, ő meghalt, én életben maradtam, akkor azt elhisszük neki. Pedig ez is olyan, mint egy kis háború. És mit látunk, hogy mivel a nő mondja, hogy a körülményeket, ezért annak ellenére, hogy egy háborús esetről van szó, hiszünk neki. Azt mondja, a Talmud hosszom ked rá vidi, de amara vidi isak leizeina a leo. Szóval mondjam, itt azért hiszünk a nőnek, mert általában mi a helyzet egy háborúban? Egy nő, ha látja, hogy a férjét megtámadták, vagy kiütötték, nem fogja ott ülni és várni, hogy megnézze, hogy a férj életben marad-e vagy sem, valóban meghal-e vagy sem, hanem el fog szaladni, hogy ő legalább saját életét megmentse. És ezért feltételezzük, hogy ha csak azt képzeli, hogy meghalt a férj, akkor is azt fogja mondani, hogy meghalt a férj. Amikor pogányok vagy utonállók elrabolják őket, akkor egy nő igenis megvárja, hogy meghalja a férje, és nem tart attól, hogy őt is meg fogják ölni.
Mert Rav Idi mondta, hogy egy nőnek az ellenszere, az ellenfegyvere, az mindig nála van. Mit akart ezzel mondani? Hogy a pogányok és az utalálók nem ölik meg a rabul ejtett nőket, mert a fegyvere a nőnek az az, hogy bármikor meg lehet erőszakolni, és ezért inkább életben tartják. Tehát a nő valóban ilyen esetben feltetően megvárta, és látta saját szemével, hogy a férje meghalt, és ezért hiszünk neki. Oké, a következő brájtában egy ezzel hasonló esetet fogunk megnézni. A hú gábra de besíle hillula itlé nura bége nani. Történt egyszer, hogy egy esküvőn háború tört ki. Amra leu de viszú, hazugávra. Bocsánat, tehát egy esküvőn, nem háborút, egy esküvőn tűz keletkezett, és elkezdett égni a hupa és a ház magán a lakodalomon, és az ifjú feleség kiabált, nézzétek, ég a férjem. Asszú hazú gábra haréha disdiú paszta diade de sádja. A tűz után találtak egy szénégett emberi testet, és egy kezet, amit föl lehetett ismerni, hogy a férfi keze. Szavarab hiabar ávillem mei már hajnú isnú aleinú bájsz isnú aleinú mara. Az eset az Rav Chiya bar Avin elé került, és ő azt gondolta, hogy ez nagyon hasonlít ahhoz a brájtához, amiben azt mondta a nő, hogy ránk égett a ház, ránk égett a barlang, és én megmenekültem, de ő meghalt, és abban az esetben ugye nem hiszünk a nőnek, mert azt gondoljuk, hogy esetleg a férfi is megmenekült, ugyanúgy itt is. Lehet, hogy a férfi megmenekült, amely Rave mi dami haszomlói kamra házvegábra. De Rave nem értett vele egyet, és azt mondta, hogy a két dolgot nem lehet összehasonlítani. Miért? Mert ebben az esetben mindenki látta és hallotta, hogy a nő kétségbe esetten kiabál, és mondja, hogy a férjem ég, a férjem ég. Tehát valóban látta, hogy a férje ég. Vagy Gábra Haraichet is dipiszta diada de sádja. És valamint van egy szénégett holttest, meg egy kéz, amelyik fölismerhető. Rabir Chiabar Avin Gábra Haraichet de sádja éma inni sákri asszolátszuléva cháltja nura piszta diada de sádja nura itli. Visz jól jövő mumma máhkoszki szufa azzal varrak le alma. Mit fog erre mondani? Mit mondta erre Rabir Chiabar Avin? Ő ezzel nem érte egyet, mert ő mit mond, ő azt mondja, lehet, hogy ez a holttest, a szénégett holttest, amit találtunk, az egy másik ember holtteste. A kéz pedig valóban a férjé, de a karja vagy a keze leégett. A tűzben ő pedig annyira szégyeli magát, hogy ilyen makulája lett, hogy elmenekült a szégyentől, és nem jön vissza. És ezért nem fogadjuk el, hogy valóban biztos meghalt. Oké, a következő részben arról fog szólni a Talmud, hogy eddig ugye azt mondtuk, hogy egy háborús időben nem hiszünk a feleségnek, hogy meghalt a férje, mert lehet, hogy csak feltételező, hogy meghalt. Ugye önmagában, hogy higgyünk a feleségnek, az egy engedmény. Ugyanilyen engedmény az is, hogy egy tanúnak is hiszünk, annak egyáltalában két tanúnak kell szoktunk hinni. Ez a kitétel, hogy egy háborús időben nem hiszünk a feleségnek, ez ugyanígy vonatkozik-e a egy tanúra való hagyatkozás témájára? Tehát, hogy egy tanúnak sem hiszünk, hogyha háborús eset volt. Baj a lejú, édechod be milchamma máu. Fölmerült a kérdés. Mi a helyzet az egy tanú engedményével háborús időben? Tájmod egy rechod me hamenú misum de jészeidu de ligulujjehei lejme sáker, ha hinnámi lejme sáker. Ugye mi az oka annak általában, hogy itt ezt az engedményt tették a rabbik, hogy egy tanúnak is lehet hinni. Rabban indulunk ki, hogy egy tanú nem hazudik, mert a történet végén így is úgy is mert a történet végén így is úgy is
ki fog derülni az igazság. Tehát, baj a lejú, édechod be milchama, máu. Mi a helyzet, tehát egy tanúval a háború idején? Tájma, de édechod me, amisunk, de milszed a videleg lujahú, lejme sáker, achinámi lejme sáker. Az alapból, hogy tettük egy ilyen engedményt, hogy egy tanúnak hiszünk, az azért van, mert egy tanú, hiába egy tanú nem hazudna, mert tudja, hogy az igazság bármikor kiderülhet, és akkor ez ugyanez a helyzet itt is, hiába háború van, hogy Dilma tájmedei rechon misum de higufa daikom inszebe, haha, löj daikom inszebe, vagy pedig az, hogy hiszünk egy tanúnak, az azért van, mert az egy tanút megerősíti a nő, aki biztos nem házasodna anélkül, hogy a tanúvallomáson kívül még alaposan utána menjen, hogy valóban meghalt-e a férje, mert ha nem halt meg a férje, ha kiderül, hogy nem halt meg a férje, és ő így házasodik újra, akkor ott az egy súlyos helyzetet teremtene a számára, mert házasságtörésbe kerülne, a gyerekei pedig mámzerek lennének. Most ugye, ha háború van, akkor feltétel, akkor könnyen lehet, hogy a nő nem menne annyira szigorúan utána, és azért lenne olyan szempont, ami miatt nem kéne, hogy hingyünk az egy tanúnak. Amar rabbi bar chama, tasma, amar rabbi akiva, ksei ráti lenahardó, leábér a sana, macaci nechemja is bézd li, va amar li, sa máti se ima szín, esze isa be erc iszrael, alpiedecho. Rabbi bar chama erre a kérdésre a következő brájtából igyekszik választani. Brájta úgy szól, hogy egyszer azt mondta Rabbi Akiva, amikor lementem Izraelbe, Babilóniába, hogy ott segítkezzek a naptár meghatározásában, a szökőév kikiáltásában. Találkoztam Nehemjával, Bézdeliből, és ő azt mondta neki, azt hallottam, hogy nálatok Izraelben nem házasodítanak ki egy asszonyt egy tanúvallomásra hagyatkozva. Ela, Rabbi Huda ben Baba, kivéve Rabbi Huda ben Baba, aki igenis kiházasít egy agunát, egy szalma özvegyet egy tanúra hagyatkozva. Namti loi, kénad varim, mire én azt válaszoltam neki, mondja Rabbi, ki vagy, így van, mi nem hagyatkozunk egy tanúra. Amar li, emoj lahem, mis mi, atam jöjdim sem dinezú, mishu beses, begai oszöz, kach mikor vlani, Rabbi Nigam li, elame zakem, sem a szín isa, pédech, erre azt mondta nekem, mondd meg a kollégáidnak, mindannyian tudjátok, hogy ez az ország már, mint Babilónia, tele van utonállókkal, rossz a közbiztonság, és azt a hagyományt kaptam Rabban Gamliel-től, a véntől, hogy ki lehet házasítani egy tanú alapján. Most mit jelent ez a történet? Májbid Dinam és Sübeshezbeg a Jössz, mit jelent ez, amikor azt mondta, hogy hát tudjátok, hogy ez az ország már, mint Babilónia, teli van útonállókkal. Láv áfál gávdám dinazom és ubes, ez káhmeh kubul láni is, mert színál péld echod, álmaid echod behemmel. Nem azt jelenti ez, hogy annak ellenére, hogy állandó háborús helyzet van ebben az országban, mégis lehet hagyatkozni egy tanúra? És akkor ebből azt látjuk, hogy az egy tanúra való hagyatkozás, az a háborús időben is igaz. Amen rave, ihachi. Azt mondta erre, rave, nem. Ha ez így lenne, májsna me dinazú, akkor nem azt kellett volna mondani, hogy ez az ország teli van útonállókkal, azt kellett volna mondani, minden olyan ország, ami teli van útonállókkal. Ele amel rave, ha hik amel átem, jöjjtöm sem dinazom, és ubesz, begely asszasz, fel a jelfsőnél, mi is bökényes, és bejelzi. Májszak amel rabbannon. Azt mondja, rave, nem. Mit akart mondani itt Nehemja? Hogy üzen meg a kollégáinak, hogy leginkább, legszeresebben én mennék, hogy megmondjam nekik, de nem tudok most oda menni Izraelbe, mert nagyon veszélyes útra kelni innen Babilóniából, ezért veled üzenem meg. Tudjátok meg, hogy azt mondta Rabbi Gamliel, hogy mindig lehet hagyatkozni egy tanúra. Magyarul itt nem a háborús helyzetről beszélt, hanem csak azt mondta, én most nem tudok elmondani nektek, de az üzenet az csak arra vonatkozott, hogy általában lehet hagyatkozni egy tanúra, de nem vonatkozott arra, hogy háborús helyzetben is lehet hagyatkozni
egy tanúra. Oké, akkor innen nem látjuk még a választ erre a kérdésre, most próbáljuk máshonnan kikövetkeztetni. Tasmá, májszibes nétálmidek a hamisajú baimim ába jajsziben szimaibes szfina. Történt egyszer, egy brájta meséli, hogy történt egyszer, hogy két rabbi jött ába jajszival, szimai fiával a hajón, de tava és elsüllyedt a hajó, de hiszi rabbi nesé széjjel a pin nasim, és a rabbi kiházasította a özvegyeit, özvegyeiket nők tanúvallomása alapján. De ha máimik mil hamadamu, most ugye ebben az esetben, ugye, amikor elsüllyed a hajó, az olyan, mint egy háború, ugye abban az értelemben egy nő általában, vagy a feleség, nem, ha nem biztos abban, hogy meghal a férje, akkor is azt mondaná, hogy meghal, mert feltételezi, hogyha elsüllyedt a hajó. De nasim a finu meak elhadamu, és a nők tanúvallomása, ami itt volt, az olyan, mintha egy tanú lenne, hiszen alapból nők nem szoktak, nők tanúvallomását nem fogadjuk el. És mégis mit látok, hogy erre hagyatkozva Rabbi kiházasította az özvegyeiket. Tehát mit látok ebből, hogy az egy tanú tanúvallomása az elég erős, akkor is, hogyha a háború van, mert itt a víz, az árvíz az olyan, mint egy háború. Tízbera, májmsénylem szöjf ninhu, májmsénylem szöjf, istaja szurra, elejéhi dami, de amri, aszkinu kamon. Azt mondtam, hogy várjunk csak, miről van itt szó? Arról, amikor egy végtelen vízbe esett be a hajó, vagy süllyedt el a hajó. Ugye az egy híres tézis, hogyha egy ember beesett a vízbe, ha az olyan víz, aminek látjuk a végét, látjuk, hogy egyik parton se jött föl, akkor tudhatjuk, hogyha beesett a vízbe, akkor meghal. De egy olyan víz, aminek nem látjuk a végét, akkor lehet, hogy itt beesett, de másod kijött. Most ugye itt, ha ilyen vízről van szó, akkor biztos, hogy nem hiszünk az asszonyoknak, mert könnyen lehet, hogy... És nyilván itt erről van szó, hiszen egy tengerről beszélünk. Tehát akkor nem egyszerűen arról volt szó, hogy a nők, akik tanúvallomást tettek, ők azt mondták, hogy láttuk, hogy elsüllyedt a hajó, hanem erről többről van szó. El a hejhid, amid amri iszkin nőkamon, hanem arról van szó, hogy a nők arról tesznek tanúvallomást, hogy előttük húzták ki őket a vízből, és rögtön láttuk a holttestüket, tehát valóban láttuk, hogy meghaltak. Itt akkor nincsen az, hogy de dami, hogy olyan, mintha csak lehet, hogy meghalt, és egy feltételezés alapján mondták, amit mondtak, mert azt állítják, hogy ők biztos, megbizonyosodva látták, hogy elsüllyedt, hogy meghaltak ezek az illetők. Kamli Simon, minden láv a lájusszam hinnan, ele a Simon, és ők méghozzá különböző ismertető jeleket is láttak, tehát, hogy a holttest egész bizonyosan valóban az ő holttestük volt. Tehát akkor ezekre az ismertető jelekre hagyatkozunk, és nem pedig az ő tanúvallomásukra tulajdonképpen. És ezért ez nem egy olyan eset, amit lehet hasonlítani ahhoz, amikor egy háború van, és egy tanú azt mondja, hogy hát igen, meghalt a férfi, és azt gondolhatjuk, hogy esetleg csak feltételezése alapozza ezt az állítását, hiszen itt a nők pontos ismertető jelekkel mesélik el, hogy ezek a férjek halottak voltak. Oké, ugye azt kell érteni, egy általános meghatározást kell tenni, hogy ugye eddig beszéltünk arról, hogy a tanú, az egy tanú, két tanú, maga a feleség a tanú. Tehát ugye van az a kérdés, hogy a tanúvallomás mennyire erős a tanú személye révén. Van egy másik kérdés, hogy mi az állítása a tanúnak. Úgyhogy az állításban egy fontos kérdés az, hogy honnan, ha azt mondja, hogy látta, hogy a férfi halott, honnan ismerte föl, hogy ez valóban az a férfi volt. És itt ugye van a szimonim, az ismertető jeleknek a témája. Alapvetően kétféle ismertető jel van. Az egyik azt úgy hívjuk, hogy tvia szájin, fölismersz valakit, nem tudsz egy konkrétumot mondani, csak látod, hogy ez ő. A másik, a szimonim, amikor valamilyen konkrét ismertető jelet mondasz. Ilyen anyajegye volt, vagy nem tudom én, az egyik füle
le volt vágva, vagy valami olyan speciális ismertetőjel. Most az ismertetőjelek közül is három különböző szint van. Van a Simon Mufak. A Simon Mufak az a speciális ismertetőjel, ami csak egy embernél lehet, vagy legalábbis nagyon ritka, hogy két embernél legyen. Mondjuk egy ilyen, hogy az egyik kezén csak négy ujj volt. Ez egy nagyon speciális ismertetőjel. Vannak Simonim Emcaim, vannak közepes szintű ismertetőjelek, amikor azt mondod, hogy az illető 170 centi volt, még sok más ember van, aki 170 centi, és vannak a Simonim Gruim, a gyenge ismertetőjelek, amikor valami olyasmit mondasz, amiből nagyon sok más van. Azt mondod, hogy szakállas volt, de sokan mások lehetnek szakállasok. Ez a háromféle szintje van az ismertetőjeleknek. Most az lesz a következő kérdés, hogy most azzal fogunk foglalkozni, hogy ilyen ismertetőjeleknél mennyire gondoljuk azt, hogyha valaminek valamilyen ismertetőjele van, akkor az csak az lehet, amiről beszélünk, és nem lehet, hogy felcserélődött valami másnak hasonló ismertetőjele volt. És egy egész más témáról beszélünk, valaki zálogba helyezett valakinél egy adag szezámmagot. A hú, gávra, de ávkit sumség, a béhav rej, amr lej, hávli sumség, majd visszajön, és azt mondja, hogy na, add vissza a szezámmagjaimat. Amr lej, és aki ott tűnő, mert azt mondja neki az illető, na, bocsánat, de már visszaadtam. Ha kein mechein, hávi mechav visszarámja, mire azt mondja neki az illető, aki zájba ezt a várját csak. Én tudom, hogy pontosan ennyi és ennyi volt a mennyisége a szezámnak, amit adtam neked. És ebben és ebben a hordóban van. Nézd meg, és ott van. Amr lej, di dar se kaltinu, ve hanu achrina ninu. Mire azt mondja neki az, akinél zálogban jelzte, nem, én már visszaadtam a tiédet. Ez a szezám, amit itt most látsz, ez egy másik szezám, pont ugyanannyi, és pont ugyanabban a hordóban van, de ez már nem a tiéd. Szabad avkézdelem, mi más, hajnos nétál, mint a chamim. Lőj, amrinnan, hának, az lőlál, mivel hanem a chlinen innú. Rav Chizda azt gondolta, hogy ezt el lehet, ezt nem lehet elfogadni, ezt az érvelést, mert ez pontosan olyan, mint a két rabbi esete, aki belefulladt a vízbe, és amikor kihúzták, fölismerték őket, akkor nem mondjuk azt, hogy esetleg ez két másik ember, aki ugyanúgy nézett ki. Ugyanígy itt is nem mondjuk, hogy ez nem ugyanaz a szezám, csak ugyanúgy néz ki. Amelé rabbe mi dami haszam kamri simani haka sumsine mai simlen iszlejú búd kamar chémechén hábin amel chusbana én már chusbana itt rami. Én azt mondom neki rabbe, nem. A két dolgot nem lehet összehasonlítani. Ott, amikor a két rabbi belefulladt a vízbe, konkrét, erős ismertető jeleket említettek a nők, akik látták. Itt a szezámnál nincs egy erős ismertetője. Az, hogy ennyien mennyiség volt, ez nem egy erős ismertetője. Tehát itt, ott ugye egy Simon Mufakról, egy erős ismertetőjelről van szó, ami speciálisan csak azokra a rabbikra igaz. Itt pedig a szezámnál nincs egy ilyen erős ismertetőjel, és a szezámnál el lehet hinni, hogy ez másik szezám, annak ellenére, hogy ott a rabbiknál nem hittük el, hogy az egy másik hogy nem mondjuk azt, hogy esetleg azok más emberek voltak, akik belefulladtak a vízbe. Amellé Márkes is a Bárafhizda levási, Mihály sinan sem a pinan. Azt mondja erre Márkes is a Bárafhizda levásinak. Tényleg? Feltételezzük, hogy kiürítette a hordót, visszaadta a szezámot, és most más szezámot tett vele. Ugye ez alapján ez jön neki. Ugyanakkor viszont tanultuk egy misnában, hogy hatnám macakli kaszv alaf kuf karba mem maiser dalet dimua tevel tesz tevel taf truma sem sászakana hajuk kaiszrin taf tahas truma. A misna arról beszél, hogy ha valaki talált hordókat, egyik hordóra rá volt írva, hogy kuf, egy betű, kuf betű, akkor azt mondjuk, hogy az a karban az áldozat szó első betűje, és feltetően, ami a hordóban van, az áldozati felajánlás a szentének. Ha talált egy hordót, amin egy mem betű van, akkor az a maiser, a tized
szónak az első betűje, feltételezzük, hogy ami a hordóban van, az másodtized. Ha talált egy daledet, akkor feltételezzük, hogy ez a dimua, az a szó rövidítése. A dimua az ugye a hulin, a profán és a truma termés keveréke. Ha tesz, akkor az tevel, ugye ami a még nem megtrumázott termés. A táf az a truma. Ugye miért volt ez? Mert bizonyos korszakban betiltották, gondolom a rómaiak vagy a görögök ezeket a vallási előírásokat, és az emberek ezért különböző ilyen rövidítésekkel csinálták, azért, hogyha ha házkutatást végeznek rájuk, ne lássák, hogy ők tartják ezeket a szabályokat. Most ugye mit látunk ebből? Hogy nem feltételezzük, hogy esetleg azóta ki lett ürítve a hordó tartalma és más lett beletéve, hanem ha igenis tesz, akkor az truma. Ha táf, akkor az truma. Ha tesz, akkor az tevet. Tehát nem feltételezzük, hogy ki lett ürítve. Amellé Rabbina de Ravási, Lőjha és Sinon sem a Pina, Néma Széfa. Azt mondta erre Rabbina Ravásinak, tényleg? Nem gondoljuk, hogy ki ürítette? Nézd meg ugye ennek a misnának a végét. Mind mond a misna vége. Rabbi Jöjszém, a Filum Acik, Havisz, Kavisz, Lea, Truma, a Reolú Hulin. Sáni Jöjj, mert Stáket, Havim, Malle, Truma, Opina. Rabbi Jöjszém nem ért ezzel egyet, és ő azt mondja, hogy még akkor is, ha szó szerint rá lett írva, hogy Truma, akkor is azt gondol, feltételezem, hogy esetleg az már nem truma, mert tegnap truma volt benne, de most már kiürítette. Akkor mit látunk erről, ebből? Hogy igenis tartunk tőle, hogy ki lett ürítve a tartalma, és más került bele. Ella de kulál mechaisinon sem a pina. Valójában miről van szó? Mindenki feltételez, hogy esetleg ki lett ürítve, és más a tartalma. Ha be halki miflegi már szaveri misze de pina, mechaper habekafár. De idak, amely istulé, innám le fányka sávkej. A vita nem arról szól, hogy feltételezzük, hogy ki lett ürítve. A vita arról szól, hogy feltételezzük, hogy ki lett ürítve, annak ellenére, hogy ezek a betűk vagy szavak rajta maradtak. De Biaszi azt mondja, hogy igen, attól még, hogy kiürítette a tartalmát, és más nem trumát rakott bele, rajta hagyta a táf betűt, vagy akár azt is, hogy truma, mert nem nincs a kárára, legalább az emberek nem fognak beledésmálni, mert tudják, hogy truma, és nem akarnak majd trumát enni jogosulatlanul. Az első vélemény, utána Káma pedig azt fogja mondani, hogy nem, hogyha valóban kicserélte volna a tartalmát, akkor ezt a szimánt, ezt a jelet, ezt a betűt, ezt letörölte volna róla. Yitzchak Reish Genusza bár Achterei Drav Bibi Haveka Azim Mek Kurtöve Lász Pámjöve Sachik. Ugyanilyen esetről lesz most szó. Volt egy Yitzchak Reish Genusza, a hitközség vezetője Yitzchak, aki Kortobából elment Aszpámjába, és meghalt. Most jöttek tanúk, és a Bézdin előtt igazolták, hogy Aszpámjában meghalt egy férfi, akit úgy hívtak, hogy Yitzchak Reish Genusza. Yitzchak a hitközség elnöke. És hogy ő Kortovával jött. A kérdés az az, hogy ez ugyanaz a Yitzchak a hitközség elnöke, aki Kortovával indult. És akkor, ha azt mondja, Yitzchak Reish Genusza bár Ahszed Rá Bibi, hávek az, amikor Kortovával nem azt mondja, Sachr. Ugye volt olyan hír, hogy Yitzchak Reish Genusza, aki a unokaöccse volt Rav Bibinek, elindult Kortobával, és Aszpámjában meghalt. Mihai Sinon Trey Yitzchakoy Loj, feltételezzük esetleg, hogy két ugyanolyan nevű ember van, és az, aki elindult Aszpámjában és eltűnt, az nem ugyanaz, mint akiről azt mondták, hogy Aszpámjából jött, vagy elindult Kortobából, Aszpámjában és eltűnt, az nem ugyanaz, mint akiről mondták, hogy Aszpámjában, Kortobából jött és meghalt. A bájára ma, ha is sinon, a bájára szerint igenis tartunk ettől. Tartunk tőle, hogy ez nem ugyanaz a Yitzchak. Rava azt mondja, hogy nem, ettől már nem tartunk, nagyon kicsi ennek a valószínűség. Miért mondja mind a kettő, amit mond? Amara bájára, mert na, minden la. Miért mondom én, mondja a bájára, hogy kell tartunk attól, hogy ez esetleg nem ugyanaz a Yitzchak. De hú, gita, de is takák. Becátkalain a massa, anna andron a nai, menárda, tátris, vitrakris, a spanyantis. Történt egyszer, hogy találtak egy getet, ami egy válólevelet, amiben az volt írva, hogy én
Nehardában találták ezt a vállalatot, abban az volt írva, hogy Klonja városa mellett én Adrolinai Nehardából elváltam a feleségemtől. Salchavod és Mulek, Amidrami Hudan, és Szia, Salachlé, Tibadek, Nehardakula. És ugye volt egy nő, aki azt látotta, hogy tőle, hogy aki, ahogy ő, az ő férje Adrolinai volt, és tőle veszett el, ő vesztette el ezt a ketet, és követelte, hogy adják neki vissza, hogy ezzel tudja bizonyítani, hogy valóban elvált. Mire Salchó, Avod és Mulek, Amidrami Hudan, és Szia, az ügy az Smuel apja elé került, és ő Rabbi Hudan és Szia-hoz küldte a kérdést, hogy most mit kell csinálni. Elhisszük-e, hogy ez ugyanaz az ember? Tehát ugye a nőnek volt egy ilyen nevű férje ebből a városból, a Getben egy ilyen nevű férfi és egy ilyen város van, akkor elhisszük-e ezt, hogy ez rájuk vonatkozik, ugyanaz az ember, vagy nem? Salach Leiti Badekna Hardakula. Mire Rabbi Hudan és Szia azt válaszolta, kutassátok át egész Nehardát, hogy van-e még egy ilyen nevű ember. Mit látok ebből? Hogy tartok tőle, hogy van egy másik ugyanilyen nevű, ugyanilyen városból származó ember. Rave már im iszai badekala illami bajlé. Rave azt mondja, nem, ez kizár dolog. Mert hogyha így lenne, akkor nem csak Nehardát kellett volna, hogy átvizsgálják, hanem az egész világot. Hát, ha van egy eredetileg Nehardából származó ilyen nevű ember. Ellemisünk fel, hogy Dávid és Smuel, és akkor miért üzente mégis ezt Rabbi Judan és Szia Smuel apjának? Csak azért, mert nem akarta megszégyeníteni Smuel apját, hogy egy ilyen buta kérdést tesz föl, hogy ez ugyanaz a Yitzchak-e, és ezért azt mondta, jó, vizsgáljátok át egész Nehardát, de valójában erre semmi szükség nem lett volna. Amar Rav, na min la hanutreis tarid nafkibe mechaiza, azt mondja Rav, hogy mivel tudom megerősíteni azt, amit mondok, mivel tudom megerősíteni, hogy nem kell tartani attól, hogy van két ugyanolyan nevű ember, vagy két ugyanolyan... tehát, hogyha valaminek erős a valószínűsége, hogy az az, amiről beszélek, akkor nem kell 100%-ra mennem, hogy nincs egy ugyanolyan típusú, vagy egy ugyanolyan kinézetű, vagy ugyanolyan nevű valami vagy valaki. De Hanus Tét, Stai, de Afkemi, Mechaize volt, mert hozzában két adósságlevél. Szívbejú Habály bármi nai, Nannár bár Habály. És ezekben csak annyi volt, hogy az egyikben az volt, hogy Habály Nannáj fia, a másikban az volt írva, hogy Nannáj Habály fia, kölcsön adtak XY-nak. Ágbi bejú Rába, és ezeket az adósságleveleket elfogadta Rába, de ha Habály bár Nannáj, vagy Nannár bár Habály, be ma hajzás kihatíva. Annak ellenére, tehát elfogadta, és mind a kettő alapján be lehetett a követelést végre lehetett hajtani. Annak ellenére, hogy ilyen nevű ember, hogy Havár báj Nannáj és Nannáj báj Havár, ilyen nevű ember nagyon sok van Mahozában. Nem feltételeztük, hogy esetleg ezt elvesztette egy ilyen hasonló nevű ember, és most ennél az embernél kötött ki. Abája, lej máj nihusla, in nefila, miszer zajbe. Abája azt mondja, ez nem. Egy adósságlevél, ez teljesen más. Miért? Mert mitől kéne tartanunk? Attól, hogy az eredeti Havály bár Nannáj, vagy Nannár bár Havály elvesztette? Miszer zajbe? Nem valószínű, mert az adósságlevelekre nagyon ügyelnek az emberek, azt nem szokták elveszíteni. Illepi kadajn. Tehát ugye attól tartani, hogy elvesztette az ilyen nevű ember, és megtalálta a másik ugyanilyen ember, nevű ember, ezt nem kell tartanunk, mert adósságleveleket nem szoktak elveszíteni. Ha attól kell tartanunk, illeti kadain, hogy esetleg két ugyanolyan nevű ember, és az egyiknek, az egyik ezt az adósságlevelet zálogba tette a másiknál, akinek ugyanez volt a neve, és most az a másik úgy viselkedik, mint hogy ez ő lenne, az ő neve miatt, és behajtja, beszeretné hajtani, Ik és Smeik, és kivend a Smeik, Smeik, Lai Mavkit Gabei. Ez is kizárt, mert ha ugyanolyan a neve, akkor erre számítana az eredeti ember, akinek a jogára írták ezt az adósságlevelet, és nem adná zálogba egy ugyanolyan nevű embernél. Maja Márt, Dilman Masserlei. Akkor milyen lehetőség van, hogy valóban ezzel az adósságlevéllel fizetett. Két ugyanolyan nevű ember, és az egyik tartozott a másiknak,
és odaadta az adósságlevelét, ami engedményezte úgymond a követelést a másik ugyanolyan nevű emberre, de nem csináltak erre kinyánt, nem jogilag nem megfelelő módon adta át neki, mert csak átadta, de nem volt kinyán szudár. Ugye a kinyán szudár az, amikor valamilyen szimbolikus aktussal magamévá teszem az adott követelést. És akkor ez a gond, hogy ezért nem lenne jogszerű ez alapján behajtani a pénzt. Akkor meg ez azért nem gond, mert van egy olyan alapelvünk, hogy bár egy kötelezettség, az, vagy egy ingatlan, az valamilyen annak a birtokba vételéhez valóban kell egy valamilyen látható kinyán, birtokba vétel, de egy irat birtokba vételéhez elég annak az iratnak az átadása, és itt is erről van szó, át lett adva az irat, és ezért ez önmagában még nem probléma. Tehát ezért mondja a báj, hogy ebből az esetből nem lehet levezetni. Kedves barátaim, idáig tartott a 115-ös lap, és még mindig ezek szerint nem jutottunk a végére, hogy kell-e feltételeznünk, hogy egy ugyanolyan nevű ember, vagy egy ugyanolyan típusú dolog, de nem az, amiről beszélünk, hanem összekeveredett a kettő, ennek még nem jutottunk a végére, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni a 116-os lapon.